Dénes. Szia, macska. Őt hogy hívják? Ő a Kiki? Igen, mert olyan lökött. Mert olyan lökött? Igen. Kiki, szevasz. Kiki. Sziasztok. Én vagyok. Így. Megint. Megint. Ő itt mellettem, Luca. Luca, hány éves vagy most te? Mennyi? 10. Luca most 10 éves. De én ezt ugye kitörlöd. Nem. De nem leszel benne, most csak engem lát. Ja jó, hálás. Tudod, nem szabad kislányokat mutatni videóba. Luca nekem nagyon jó barátom, nagyon szereti az autókat. Luca, mi? Luca, mi? Nem szereted az autókat? Szeretem. Na hát akkor? Jó. Na. Luca 3 éves volt, amikor ez az autó, amit most mutatok nektek, ide került. Ez az én autóm. Sokan nem tudnak róla. Igen, még akkor még nagyon kicsi voltam, 3 éves. Hát, vannak dolgok, amiknek jót tesz az állás, mint például a bor, hogyha megfelelő körülmények között tárolják őket. És vannak dolgok, amiknek nem tesz jót az állás. Ilyen ez az autó. Ez az autó saját lábán állt be ide, az udvarba, önerőből. De, hogy is mondjam, az élet viharai elsodorták ezt a projektet, illetve mondhatjuk úgy is, hogy megvártuk, amíg eljut az innen szép nyerni állapotba. Ez nem más, mint az én, 1-2-3-at nyomok rajta, paparará, az én mentőautóm, haha, a Krankenwagen. Bizony, ezt annak idején a Gabesszal, szevasz Gabesz, ezt annak idején a Gabesszal, azt hiszem, te szerezted, hogy van egy ilyen, én meg mondtam, hogy kell, igaz? Így volt. 6 éve majdnem. Hát 6 éve, pont a Luca mondta, hogy a Luca, ő 3 éves volt, most 10. 470 ezer forintért vettük, vagy vettem, annyi, amennyi kilométer benne van. Mert ez még bejáratos. Na most, én most 4 éve nem láttam ezt a gépet, nem változott sokat. Hát az állapota az ilyen. Itt közben elkezdte Gabesz kibontani, de abban maradt a projekt, mert jött 1000 minden más, de most eljött az idő, illetve hát jövőre eljön az idő, amikor ezt az autót bizony szépen felújítjuk, mert ebből egy nagyon jó kis lakóbusz, ezt annak is vettem, csak aztán lett nagy lakóbuszom, de ebből csinálunk egy kisebbet, amikor nem kell az egész családnak jönni, akkor ez lesz az. Magyar rendszámos, meg is mutatom, magyar rendszámos, itt van. Magyar rendszámos mentőautó, amúgy hivatalosan 5 személyre van vizsgáztatva, és ez így is van. Jó, hát vannak itt dolgai, már szétszedődtek, be is nőtte őket a fű, hát ez a tipikus, itt hattuk a kert végébe, azt majd egyszer belekezdünk projekt. Ilyen is van. Remélem a navis bekkert azt jól elraktad belőle. Automata 2.5-ös szívódízel, 95 lóerő. Pókháló, gyerekek, hát figyeljetek, kicsire nem adunk, hát aggasztó módon rohad. Ugye azt kell tudni ezekről a bínzekről, ez egy gyári bínz felépítmény, meg is van hozzá, hogy innentől kezdve fölfelé műanyag, eddig fém, no az nincs lényegében. És igen, Gábor, mit próbálsz? Megvan a táblája, azt hiszem. Micsoda? Megvan a táblája. Megvan a táblája, annyira megvan a táblája, hogy én leveleztem a bínzzel, és itt van, tessék. Örültek neki, hogy még megvan. És ők nem is tudják, hogy ez a 87-es Binz mentőautó, ez bizony egyszer működni fog. Na most jól látjátok, hogy jelen esetben hoztál aksit? Itt a aksi van, és kulcsot is hoztam. Ültes mert kulcsot. Hiszen... jó, hát igen. Tudom. Nem kell mondani, srácok, tudom. Ez sok lesz, innen szép nyerni, de meg lesz. Mert a férfi embert a kihívások mozgatják. Ha minden az ölünkbe potyan, akkor olyanok leszünk, mint a slim fit beszárgatjás gyerekek, akik nem tudnak már lassan egy izzót se kicserélni. Úgyhogy persze, hát nyissuk ki. Ez a motortér, most tök véletlenül itt forgattunk Szegeden, aztán mondom, benézek ma. Jól látjátok, hogy... Wujjadér, ott még fogja. Van testkár velük. Van testkár velük? Van. Volt is, más is. Figyelj, ez a 2.5-ös szívódízel... Pokolból is. Mikor, figyelj, ez bejött ide lábon, mikor tettük ezt ide le? Hát egy évvel később. 5 éve áll. Ez 5 éve itt van. Hozz egy aksit. A végtelenbe is tovább. Ezt nézzétek meg, hogy amúgy itt még...
Volt benne olajcsere 2007-ben. Fékszervonk az nincs. Figyelj már, itt egy klíma rajta? Mi? Nem. Nem, nem, már nincs rajta a hozbordászi. Se. Semmi se. Na. Ennyi? Gyújtáskulcs a kezembe. Gyújtáskulcs a kezembe. Menjél oda. Izzítsa. Ha-ha. Hú, ezek. Fogadás? Figyelj, én nem akarok fogadni, mert ennek nincs olyan, hogy ne induljon be. Izzítasz? Jó, a relej az kattant. Erezd rá. Ennyi! Ászeg, beszarsz. Mozdul a kerék, tesó! Ne, ne, ne! 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 Itt van neki támasztva egy kuplung tárcsa, ami nem a sajátja. Ennyi. És a kipufogó dobból jön a hang. Jó, hát van egy kis füstje. De hát... Mióta áll itt? Hát ezek itt az alkatrészei. Ugye? Feszeles. Doksza, öcsém! Merci dízel, szívó. Na, állítsd le. Tegyük fel a kérdést, Gabesz, hogy ez az autó 87-es, ezt ha felújítjuk jövőre, ami azért egy hosszabb munka lesz, de van hozzá minden. Van. Akkor ennek az autónak az ökológiai lábnyoma lesz-e nagyobb, vagy annak a 72-nek, amit legyártottak az alatt, amíg ez az autó az utakat róta? Annak a 90-nek, ami odáig legyártnak szerintem. Annak a 90-nek. Úgyhogy én értem én, hogy ezt most nagyon bántani kéne, mert meg nem való az útra, de ez úgy meg lesz csinálva, hogy ez nem fog füstölni, és ebben még 470 ezer kilométer vígan kacagva benne van. Firgang automatic, Firstufen automatic getribe, ugye? Ami nagyon fontos, hogy állófűtéses. Mutatom is nektek, hogy teljesen egyedi a karosszéria kialakítás, ugye már fogtak egy kombit, nyújtott kombit, levágták, és akkor innentől fölfelé, ez még lemez, ez meg majd műanyag. Innentől fölfelé műanyag felépítményt raktak rá, az álló fűtés az ott van a sofőr mögött, oda most nem tudok bemenni, itt van egy teljesen fölösleges doboz, erre válaszfára semmi szükség nincs, itt van egy tároló, ott van a fényhíd bent, és ugye jól látjátok, hogy a külső betápnak meg mindennek a kapcsolói megvannak, megvan a szekrényke, nagyon fontos az oxigénellátó rendszer, ugye? Megmutatnám, hogy bazeg Gabesz, világít bent a lámpa. Várjál, de hogy le is tudom kapcsolni, és a másik oldalit is. Na, hát nincs mit többet mondani, gyerekek. Ezért lehet szeretni ezeket a régi vackokat. Várjá. Ez élni akar. Várjá. Nővérhívó. Nagyon fontos, nővérhívó gomb, ott az. Aztán működik. Na? És ugye ez itt fönt egy olyan szellőztető, amit ha kinyitsz, akkor ugye egyrészt elkezd világítani a lámpa, és egy ventilátor friss levegőt enged be. A szervózár működik hátul még. Ne, a szervózár. De a szintszabályzója még akkor jó volt, amikor letettük. Csak folyt az olaj belőle. De működött. És ugye az a lényeg, hogy ezt az ajtót, ha kinyitjuk egyszer, valahogy mindegy, olyan magasra tudjuk nyitni, hogy alatta simán lehet tusolni. Na. Azért, figyelj, ez... A Kraken. A Krakenwagen. Egy hatalmas nagy polip lesz rajta, egy lábas fejű. Hidra. Úgyhogy srácok, ez a jövő évi projekt. Megmentjük a Krakenwagent. Is. És ezzel úgy megcsináljuk, hogy ebbe ketten, vagy esetleg két felnőtt, két horgos gyerek azért vegan, simán elalszunk. Horgos, úgyhogy húzunk. Ja, horgos, meg ugye tudunk magunk után húzni bármit, mert egy 2 tonnás vonóhorog van rajta. Otta.
hogy igazából ennek az autónak a papírja is nagyon jó. Csak hát meg van fáradva. De innen szép nyerni. Azt hiszem a motorjával lesz a legkevesebb baj, nem Gabesz? Meg a váltóval. De szalást nézni, hogy belőtte a fű. Röfentsünk még egyet? Adsz egy kulcsot? Egy csavarhúzót? Ja? Jó, nyúljak be. Nem érem el a pöcköt. Kezemben van a kamera. Na másik oldalt. Penész, nemes penész. Ugyat ne kiesik. Segítek! Nem kellett ízítani. Azt vágod? Tudom. Hogy ugye elfordítottad, az kész. Fázz meg. És világít itt a gomb. Itt a kis négy gangos előválasztókarja, meg így nagyjából az egész bele. Kis napellenző, ugye? Meg a nagy napellenző. Ez egy rendes nótárcos. Na hát, srácok. Lehet, hogy el kell temetni a dízelmotort, de rohadt nehéz lesz, mert ezek visszajönnek a sírból is. Tudod? Az van. Örülök, hogy velünk tartottatok ezen a kis bemutatón. Mentővel előre. Szevasztok!